Ah, éppen vacsit főzök. Hát most ilyen túrós csúszára gondoltam. Ezt te is szereted? Jó, oké. Nyugodtan maradj itt, persze. Persze, nem gond. Közben azért így mondom is, hogy mit csinálok. Ezt a jó kis füstölt szalonnát, szép darab. Ezt először is fel fogom kockázni. Olyan 1 centis darabokra. Nem tudom, szerinted vágjam le a bőrét, vagy ne? Nem vágom. Ezt most felkockázzuk. Megpróbálom vékonyabb kockákra, de nem akarom elfelezni, mert akkor az egyik sír van, meg a bőr, a másik felén, meg a húsi. Inkább vékonyabbakat szeretelek. Egyébként ez egy tipikus, vagyis egy ilyen nemzeti étel, egy magyar fogás. A túrós csúsza. Amíg ez megtörténik, nekünk még 2 dolgot el kell végeznünk. Ez pedig, hogy megfőzzük a tésztát, ami jelen esetben egy a fodros nagy kocka. És elkészítjük a túrós tejfölös keveréket, amit majd rá fogunk önteni, plusz a szalonna, és akkor ez így lesz egy ilyen nyam-nyam és túrós csúsza. Egyébként nem tudom, hogy említettem-e már, de ez egy ilyen tipikus magyar nemzeti étel. Traditional Hungarian dish. És csak a külföldi követőknek is szeretettem. És én még soha életemben nem csináltam ilyet. De ezt azt hiszem, furcsa folyamat elindult a szalonnában lejátszódni, úgyhogy ezt most itt hagyom. Ja, ami az előző videóban kimaradt az átállás résznél, hogy igyatok nagyon sok vizet. Ez a szubtrópusi éghajlat, ami most
nem tudom pontosan, szép ügyesen ki akartam kerülni, hogy eláruljam azt, hogy az előbb leállt a kamera 3 percnél. Ezért haladtam annyira előre a főzésben, és nem tudom, nem emlékszem, hogy mit mondtam el, mit vett még fel a kamera, úgyhogy azt még elmondom, hogy ilyen fehér diétán vagyok jelenleg, ami nem egy ilyen nagyon elvetemű diéta, csak 10-14 napig kell, hogy tartson, ugyanis fogfejlítésen voltam, aminek ugye az a feltétele, hogy utána a 10-14 napig nem szabad színezett ételt, italt fogyasztani. Tehát nagyon sok minden nem, kivéve a fehér és az ilyen világosabb ételeket, gyümölcsből és zöldségből is, és mindenből. Úgyhogy utána néztem, mik azok a nagyon fehér ételek, és az egyik ilyen a tórós csúsza, úgyhogy erre esett ma a választásom. De fogok majd csinálni tejlevest, meg hasonló nyalánkzsákokat. Közben a szalonnánk az már szépen főveket. Ezzel a szilikon lapáttal kiszedem még az utolsó utáni tejfölcseppet is innen a dobozból. Most egy negyed kiló tejföl a szemembe landolt. No. És akkor a két nagy tejfölhöz hozzá is adom a fél kiló túrót. Állítólag nem kell sózni, mert a szalonna amúgy is sós. Hát, mármint gondolom, ez abszolút szalonna függő, de... Majd azért utána kóstolok. Nem egy bonyolult étel amúgy, úgyhogy... kezd a víz elfőni a szalonnáról. Úgyhogy immáron már csak a szalonnára várunk. Lehet majd a tésztát főzzük ki.
Nagyon fazekat. Mondjuk ebbe fogok tésztát főzni. Erre már nincs is többet szükség. És akkor a vízbe teszünk még egy picike kókuszolajat. Nem sokat, csak annyit, hogy ne ragadjon majd össze. Sózott fokhagyma és fokhagyma.
50% fokhagyma, 30% konyosú. Szóval, hogy azért van benne minden tökivel. Lehet, hogy még elbír egy kicsit. Lehet. Na, szerintem én ezt a szalonnám, akármit akkor most így, most már kezelésbe veszem, mi szerint leöntöm róla ezt a forró vizet, ugye, ilyen szalonás vizet. Kicsit átkanalazok a tejfölbe, hogy átvegye az ízét. Most egyébként azt csinálom, csak nem látszik a kamerán. De ez most megtörténik. A többit leöntöm. Lábost. Hát igen, ez a baj a kicsi konyhával. Á-á-á-ó. Hát ez így eléggé problémás. Megoldjuk okosba. Úgyis szükség lesz majd egy tésztaszűrőre. És átrakom egy kisebb. És akkor így elfér mind a kettő. Mondjuk most megint pont fordítva kéne. Na, a konyha tündér múltam. Az előző életem. Most sír. Magában. Na, így most már minden elfér. Még összekutyvasztam ezt a tejfős túrós szalon. És akkor már csak igazán annyi a dolgunk, hogy megvárjuk, felforjon a víz. Belezúgyintjuk a tésztát. Kifő. Leszűrjük, összekeverjük a kettőt, vagy akár külön-külön is ki, hogy szereti. És el is készültünk az ételünkkel. Illetve hát még ez a szalona, ez még mindig a legelső lépés volt, és a legutoljára is fog elkészülni, valahogy olyan nagyon lassan akarja az igazságot. Úgyhogy most egy kicsit el is köszönök, és amint már valahogy haladunk, állunk, akkor visszatérünk. Na, láthatóan most már gyönyörűen pirul a szalonna, ugrálunk is. Gyerkőcök, medencébe.
icipici kis zsírt még öntöttem ebbe a tejfölös szószba. Szerintem ártani nem ártott neki. A szalonna úgyis zsíros. És ettől pedig ennek is jó íze lesz tekintve, hogy én ugye nem ehetek szalonnát, legalább így az íze legyen meg a tejfölben. Mondják, hogy az nem for fel. Hát, én most ezt érzem, hogy már úgy szeretném, hogy történjen valami. Nem történik. Mindenesetre addig kirakom a kolbászkákat. Egy kis tök. Teszek alá ilyen papírtörlőt, hogy azért a zsíradékot már felveszem a legfelső fokozatra. Nem mertem, hogy nehogy itt mind a kettő túl fűtsön. De ennek már buborékozik az alja, úgyhogy én merészelek önteni egy kis tésztát. És itt is az elkészített vacsora, a tészta, a tejfölös túró, és sokkal gusztusosabb lenne, ha még szórtam volna le egy kis szalonnát, de az én vacsorámnak most ennyinek kell lennie, úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, jó étvágyat, sziasztok!